2013-ban láthatjuk, hogy az MSZP gyűlöletkampányt indított. Megjelentek a plakátok az utcákon, hallottuk a hírekben, hogy Ron Werber a gyűlöletkampány atya irányítja innentől az MSZP-nek a kampányát. Elutasítjuk ezt a gyűlöletkampányt. A gyűlöletkampánynak az a lényege, hogy hazudni kell, és hazudni sokat, és hát ha elhiszik az emberek. Ilyen hazugságokkal vannak tele a plakátok. A Fidesz abban gyanúsítják, hogy tandíjat vezetne be, miközben pont az MSZP programjában szerepel a tandíj. A Fidesz csak egy olyan rendszert szeretne kialakítani, ahol a fiatalok olyan szakmákat szereznének, amelyekkel a piacon meg tudnak élni, amire szüksége van az országnak. Másik hazugság, hogy a gazdaságot tönkretették. Nyilvánvaló, hogy 2002 és 2010 között adósodott el az ország. Magyarország szinte az egyetlen volt, amely az üdös csatlakozásból nem kovácsolt sikert. Eladósodott az ország, az önkormányzatok, a családok. Ilyen esetben arról beszélni, hogy a Fidesz minisztere tette tönkre a gazdaságot, ez is olyan hazugság, amely a Ron Werberi gyűlöletkampány része. Nyilván ezt a gyűlöletkampányt azért kezdték el, mert a Fidesz például a rezsicsökkentéssel olyan intézkedést hozott, amire régóta nem volt példa, amelyen nem tudnak mit tenni, és ilyenkor szoktak sajnos a szocialisták gyűlöletkampányhoz fordulni. Visszautasítjuk a gyűlöletkampányt, és abban reménykedünk, hogy az emberek erre nem lesznek vevők, és látják azt, hogy megpróbálunk kivábolni a válságból, amit az MSZP hozott létre. We'll be right back.